Most egy szörnyű, szomorú témáról fogunk beszélgetni a következő percekben. Tudják, Dunakeszin milyen tragédia történt. Többször fejbe lőtte egykori anyósát, volt párját és elsős kisfiát is, majd magával is végzett az 54 éves férfi, aki vasárnap este vadászpuskával támadt egykori családjára. A meggyilkolt édesanyja új párja szerint féltékenység állhatott a dolog mögött. Mutatjuk a részleteket, majd Galambos Balázzsal, a Szépen Válj El Válás Központ vezetőjével beszélgetünk. Ez az a ház, ahol vasárnap este egy 54 éves férfi engedéllyel tartott vadászpuskájával kivégezte korábbi családját. Az egyik szomszéd azt mondta, a 40 éves nő és elsős kisfia fél éve költöztek ide a nagymamához. Az apuka két hetente vitte el a gyereket hétvégére. A Blick szerint a családirtás hátterében féltékenység állhatott. A lapnak a meggyilkolt nő új párja azt mondta, a tragédiát megelőzően egész nap a vízen voltak az asszonnyal, aki sietett haza, mert úgy volt, hogy volt férje 7 órára hozza haza a közös gyermeküket a láthatásról, de nem értek oda időben. Úgy tudom, ezt tette szóvá a végzetes lövések előtt, mondja a meggyilkolt nő új párja. A pár kapcsolata nagyon jól alakult. A volt férj ezt sem tudta elviselni. A gyászoló férfi megérzése szerint ez is szerepet játszhatott a tragédiában, írja a Blick. Hát igen, sok minden közrejátszhatott, főképp a rendezetlen párkapcsolat, illetve a válás utáni vitás helyzetek, amelyek kiváltották, bár nem indokolják semmiképpen az ilyenfajta reakciót. Azért megnézzük az előzményekkel kapcsolatban, mit gondolhatunk és mit okolhatunk a történtekből. Galambos Balázzsal, a Szépen Válj El Válás Központ vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát ez nem sikerült szépen, ez a válás, nem is a mostani tragédiára gondolok, hanem már korábban. Ugye általában abban van a gond, hogyha az egyik fél nem nyugszik bele, vagy nem fogadja el azokat a körülményeket, vagy azokat az eredményeket, amit a bírósági tárgyalás hoz. Jelen esetben itt, és leginkább ugye a férfiakat sújtó módon a gyermek elhelyezés, itt egy gyerekről volt szó, ugye az anyához került, ritkán láthatta, és a hírek szerint magát a tragédiát kiváltó jelenet is ugye arról szólt, hogy némi késéssel vitte vissza az apuka a gyereket, és az anyuka ezt észrevételezte. Nyilván nem indokolhat ez egy ilyen reakció, de mégis hogy tapasztalja, hogy mennyire játszanak közre a nem békés keretek között, nem korrektül lezárt válások abban, hogy esetleg ilyen vagy másfajta tragédiák történhetnek? Bírósági információink szerint a válásoknak kb. 50%-a harcos válás, és a Szépen Válj El Válás Központ konzultációi rendszerint azt látjuk, hogy a férfiak sokkal később vagy sokkal nehezebben tudnak lezárni, mint a nők. Tehát a nők nagyon sokszor a kapcsolat közben lezárnak, és újraindul az új életük, és esetleg könnyebben találnak új partnert. A férfi ötszörös veszteséget él át, elveszti a feleségét, elveszti a gyerekével való korlátlan kapcsolattartási lehetőséget, elveszti nagyon sokszor a lakhelyét, hiszen a férfi az, aki elköltözik, elveszti a gyermek nappali tanulmányai végéig a jelentős részét a nettó jövedelmének, és a közös barátok egy részét is elveszti. Igaz, ez az ötszörös trauma sem mentség, és nem is lehet ok, hogy bárki bárkinek az életét kioltsa, de ehhez hozzá kell fűznem azt is, hogy a férfi az, aki nem mer, vagy pedig szégyel segítséget kérni a környezetétől, és sajnos olyan környezetben élünk, ahol nem figyelünk egymásra, nem figyelünk a jelekre, amelyeket ilyen férfiak leadnak. Ugye olvastam, hogy például ez a férfi könnyes szemmel beszélt a feleségéről bulizás közben, egyértelmű, hogy nem tudta lezárni, gyászterápiára, veszteségfeldolgozásra, pszichés megsegítésre lett volna szüksége. Azt gondolom, hogy a feleségre sem biztos, hogy kellően odafigyeltek, akár az állami gépezet részéről. Az, hogy rendőrséggel fenyegetek a láthatásról visszatérő férjemet, ezt a pszichés zavarra küzdő férfit újabb nyomás alá raktat, ez nem jó üzenet, itt nagyon sok hiba került elkövetésre. Hát a másik pedig az, hogy egy férfi, ráadásul egy korábban sikeres vállalkozó, büszke apa, ugye ez a modell, ez a társadalmi elvárás, és gyakorlat is, hogy egy sikerorientált, erősnek kell magát mutatni, különböző olyan szerepeket várnak el tőle, és olyan szerepkörben, olyan módon is élt, hogy a számára kudarc talán nehezebben elviselhető, nem? Tehát most nem azt mondom, a nők számára könnyebb elviselni a kudarcot, de főleg ebben a helyzetben, vagy olyan helyzetben, amikor a nő kezdeményezi a válást, valószínűleg ez lehetett az előzmény, akkor nyilván ő felkészült ebbenre, mint a férfi, aki számára ez egy óriási bukás. Így van, statisztikai adat, hogy a vállókeresetek 75%-át a nők adják be, egyszerűen könnyebben tudják újra kezdeni az életet, holott őnekik is nagyon sok súly és felelősség nyomja a vállukat. Egyszerűen
fel kell dolgozni, le kell zárni azokat a veszteség folyamatokat, azokat a traumákat, amiket a válláskor átél az ember, és bizony erre célszerű segítséget kérni, akár nálunk a Szépen Vajon Vállásközpontnál, akár bármely más olyan szervezetnél, ahol dolgoznak olyan segítők, akik tudnak enyhíteni ezeken a súlyokon. Ez nagyon jó, hogy most említett, szóba hozta az önök szolgáltatását. Pontosan nem tudom, hogy hogyan lehet önökkel kapcsolatban lépni, de nyilván azon kívül, hogy ügyvédhez fordul valaki, az első lépés ugye egy válásnál. Fordulhatna? Lehetne akár a bíróságoknak egy ilyen, vannak persze békéltető tárgyalások, tudom mielőtt, hogy per előtt ilyen előkészítés, de egy olyan folyamat létezik ma Magyarországon, ami valamilyen módon önökhöz vagy más olyan szervezethez irányítja az érintetteket, akik... Nincs ilyen folyamat. Mi vagyunk az ország első és egyetlen válásközpontja, a szépenvaja.hu-n lehet hozzánk jelentkezni, akik komplex válási coachingot, válási menedzsmentet nyújtanak. Ugye egy olyan csapatot sikerült összeraknunk, ahol megegyezéspárti ügyvédek, mediátorok, gyermekpszichológusok, gyermekvédelmi szaktanácsadó, szexuálpszichológus, intimitástréner, életvezetési tanácsadó, gyászterapeuta, stresszkezelőterapeuta, ingatlanos, költöztető és pénzügyi tanácsadó komplexen segíti a párt abba, hogy korrektan, ténylegesen a gyermekek érdekeit előtérbe helyező módon tudjanak elbúcsúzni egymástól, úgyhogy anyagilag és lelkileg sem forgatják ki a másikat. Tehát mi külön figyelünk arra, hogy a felek ne kerüljenek ilyen állapotba, és ténylegesen normális legyen a búcsú. De ő ugye elmondta mindezt, lehet, hogy akkor az ügyvéd előtt még először önökhez kéne fordulni, és akkor könnyebb lenne. Mindenképpen. Tragédiát megelőzni, vagy egyáltalán a vállást magát is. Így van, nagyon sok esetben egyébként ezeket a házasságokat meg is tudjuk menteni, még ennyit tennék hozzá. Nagyon sokszor borzasztó egyszerű, banális kommunikációs hibák vannak, amit egy külső fél, egy párterapeuta észrevesz, és akkor ezek menthetők a kapcsolatok nagyon sok esetben. Köszönjük szépen, hogy elmondta mindezt. Ajánljuk a nézők figyelmébe, forduljanak tehát tanácsadóhoz ilyen esetben.